Na, nagyon zsír. Én is. 58. Nem tudom, mennyire akart velem getiskedni, mert mindegy, jó lett, meg énekeltél is egy szépet, szóval maradhat, de ha túl hosszú a műsor, akkor a fézert azért vágd már ki. Ki szeretnéd vágatni? Az pont nem. Olyan jó volt. Mert ez olyan vicces, hogy és tényleg... a fézer a Star Wars-os, mindenki így a Star Trek-ben. Hát tudom, hát, de hát bárcsős, mekkora égés. Miklós, azt mondod, hogy vágjam ki, nem, kivágom. Nem, vállalom. Az kurva jó volt. Hát akkor innen, az a adás csúcspontja, jó van? Lesz kim röhögni. Jó. Figyelj, Miklós, nekem volt olyan, hogy olyan szarvas hibán bennmaradt és betlehemi csillagos podcastban, hogy vagy háromszor elmondtam, hogy Krisztus előtt a 7. században született, nem pedig a 7. évben. Utólag így rájöttünk a podcast társammal, hogy ott valami nem volt, és így mondtam neki, hogy váki, azt mondja, hát ezt így nem lehet, de mondom, akkor az bennmarad, azt mondja, hát majd kiment, hát mondom, ez aki akkor is ugye hangzik. Vannak olyanok, amik vághatatlan. A mai adásban is volt olyan, van olyan rész, ami tökre vághatatlan, úgyhogy az úgy egy az egyben benne lesz, de azt azért elmondom, emlékszel Miklós, amikor a Csaba közölte a viktoriánus karácsonykor, hogy a karácsony úgy összefort a karácsonnyal. De tényleg. Ez jó.